Önkormányzati percek a centrumban Pest-Erzsébet. Azt önök már jól tudják, hogy a kerületnek érdekegyeztetés és megbeszélés után van éves költségvetése, de az egyes területeken mégis érdekes, hogy hogyan hasznosul az a pénz, amit el lehet költeni, úgyhogy erről beszélgetünk. Két olyan terület, amely az általános polgármesteri helyettesítés mellett az ön hatásköre, az egészségügy és a szociális ügyek. Szóval kezdjük először az egészségüggyel, hogyha a stetoszkópot föltesszük, akkor hogy dobog Pest-Erzsébet szíve, rendben van? Jó napot kívánok, köszöntöm a televízió nézőket. Szerintem igen. Bővebben, nem igen. Tehát a lényeg az egészben az, hogy önkormányzatunknak, a képviselőtestetnek nagyon fontos, hogy ezen a két területen, ami segítséget lehet, meg tudjon adni a kerület lakosai számára. Az egészségügy vonatkozásában az alapellátáson kívül semmi nem az önkormányzat fennhatósága alá tartozik, értelmezett a kórházat, szakrendelőt, mentőállomást, de gyakorlatilag a kerületben élőket látják el, elsősorban természetesen ennél az ő területük szélesebb, és nekünk ez borzasztó fontos, hogy próbáljunk meg az ő munkájukba segítséget nyújtani, együttműködni. Még akkor is a papíron ez nem az önök dolga. Természetesen, de hát gyakorlatilag az emberek számára, a lakosok számára ez nem válik szét, hogy mi az, ami az önkormányzat feladata, ami pedig más, tehát hogyha bárkinek bármilyen problémája van, jellemző módon bennünket szoktak megkeresni első körben. Idén is a költségvetésbe ezekre a szervezetekre, egységekre próbáltunk fókuszálni. A szakorvosi rendelő számára már az idén is adtunk át műszereket, erről szerintem már a televízió nézői is értesülhettek. Kórház számára is folyamatosan próbálunk az ő igényeik szerinti eszközbeszerzésben segítséget nyújtani, és ugyanez a helyzet egyébként a mentőállomás vonatkozásában is. Mi újság a házi orvosokkal, gyermekorvosokkal? Az országban sokfelé kritikus a helyzet. Vannak olyan praxisok, amelyeket nehéz betölteni. Önöknél mi újság? Hát szerintem mi most fogunk ebbe az állapotba sodródni. A felnőtt házi orvos vonatkozásában még azt mondhatom, hogy megnyugtató a helyzet, 34 körzet van a kerületben, és ott... Hát most egy függőben lévő történetünk van, de annak is van megoldása, tehát ez azt jelenti, hogy most éppen az átadás zajlik. Ahol igazából problémát látok, az a gyermekorvosok területén van. Ugye borzasztó magas az átlag életkor, és Isten igazából az a tapasztalatunk, hogy bármilyen fajta plusz segítséget, támogatást szeretnénk esetleg nyújtani annak, aki ezt a kerületet és valamelyik körzetünket választja, még ez sem vonzó annyira, hogy ide jöjjenek, és ennek nem az az oka, hogy hosszú tömegcsorokban vannak és válogatnak, hanem az, hogy gyakorlatilag nem nagyon van ma gyermekorvos. Már aki végez, és aztán utána pedig itt óhajt elhelyezkedni, ez a kategória. Fogorvosi ellátásban mit lát? Azt egy céggel sikerült megoldjuk, ami szerintem szenzációsan jól működik, és a tapasztalások, visszajelzések is ezt mutatják. Gyakorlatilag kezdő fogorvosokat tud a cég alkalmazni, a körzet ellátását ugye az orvosok végzik, de a cég ott áll a hátuk mögött, és biztosítja azt az anyagi hátteret, amihez szükséges. Természetesen amilyen műszer szükséglet van, abban az önkormányzat is beszáll. Úgyhogy ez most már egy több éve működő történet. Én azt gondolom, hogy mindenkinek megnyugtató volt ez a megoldás. Nemrég jártunk a Ján Ferenc kórházban, egy újabb egészségnap akciójuk volt, és azt tapasztaltuk, hogy már a reggeli órákban elfogytak a sorszámok. Óriási volt az érdeklődés. Ebből sok mindent le lehet vonni, mint következtetést. Milyen az egészségi állapot a Pest-Erzsébetieknek, legalábbis azokban az információkból, amikkel ön rendelkezik? Hát nyilvánvalóan ez is egy ilyen borzasztó nehéz kérdés, hogyha valaki odafigyel, és a megelőzés is fontos a számára, akkor azt gondolom, hogy azzal nagyon sokat segít saját maga számára is, és az ellátórendszer számára is. A kórháznak ez a kezdeményezéshez szerintem egy fantasztikus jó lehetőséget ad arra, hogy közelebb kerüljenek az emberekhez, az ellátottakhoz.
Ugye ez már több éve folyó rendezvénysorozat, az önkormányzatunk is szokta támogatni, és én magam is részt szoktam venni különböző szűréseken. Én abba hiszek, hogy annak igenis van értelme, hogyha fölkészülünk dolgokra, nem pedig váratlanul kopogtat be az ajtón. Az egészséghez is kapcsolódik egy annál sokkal összetettebb terület, ez pedig a kábítószer függés, kábítószer fogyasztás, amely a kerületben is elérte a figyelemnek azt a szintjét, hogy intézményesen is foglalkoznak vele. Mi az, amit látnak, és mi az, amit tenni tudnak? Gyakorlatilag egy viszonylag friss szerveződésről van szó, létrehozta önkormányzatunk a kábítószerügyi egyeztető fórumot. Szakembereket, rendőrséget, ki mindenkit, képviselőtestet, tagjait hívtuk ehhez segítségül, partnerül, és már az első fordulóban pályázati pénzt is sikerült hozzá nyernünk. Gyakorlatilag én ebben a pillanatban azt érzékelem, hogy komoly előkészítő munka folyik, és a szakmai felmérések zajlanak konkrétan is és idézőjelben is, hogy mi az az igény, amire a kerületben szükség van, akár segítés, akár megelőzés vonatkozásában. Van végre egy stabil új elnökünk, aki ezt nagyon a szívén viseli, ügyesen szervezi. Az egyik intézményünk helyettes vezetője Ódor Terézia, és májusban egy fórumot fogunk mi is szervezni, ahol szeretnénk gyakorlatilag minden olyan pontot érinteni, ami fontos, szakembereket összegyűjtve átbeszélgetni azokat a területeket, ahol ki mindenkinek az odafigyelésére szükség van. Egy másik terület, amelyről az elején említést tettem, ez ugye a szociális terület. Itt is gondolom vannak viszonylag kellemes feladatok, meg vannak nehéz kihívások is, nem? Kellemes feladat számomra mindenféleképpen, mert nekem nagyon fontos, hogy emberekkel foglalkozhatom, tehát azért is szeretem ezt a munkát, amit elláthatok, és hát nagyon sokan meg is keresnek különböző problémákkal. Az emberek bizalmát elnyerni és ezt megtartani, ez egy elképesztően nagy kihívás, de rengeteg sikerélményt is ad, mert jól visszacsatolás. Hát én azt gondolom, leginkább nálunk a lakhatási problémák azok, amik erőteljesen jelentkeznek. De hát gyakorlatilag az, hogy nincs munkahelye valakinek, és a teljes egzisztenciális veszteség határán van, azért az jellemző a családokra, sajnos. Hát most itt hirtelen elgondolkodtam azon, hogy ha megkeresik, akkor mit tud mondani ilyen esetekben? Hát ugye egyrészt kétfelé választódott a kormányhivatalok létrehozásával a szociális ellátás, átkerült hozzájuk is egy csomó segélyezési támogatási forma. Az önkormányzatnál, ami megmaradt, az mind az önkormányzat saját döntése alapján és a saját költség keretéhez mérten kialakítható támogatási lehetőség. Próbálunk az iskolakezdésben segítséget nyújtani, de próbálunk apró hétköznapi ügyekhez is támogatást adni, hogyha gyógyszer kiváltásában van nehézség, akkor ezeket orvosolni, de ezek annyira parányi összegek, hogy tényleg éppen, hogy csak ilyen eseti tüneti kezelést tudunk nyújtani. És hát sajnos ez a probléma egyébként a lakás helyzet terén is. Ugye van egy néhány lakás az önkormányzatnak, de hogy sajnálatos módon a műszaki állapotuk az annyira rossz, hogy annak a felújítása már a mi képességeinket is meghaladja. Illetve hát a rendszerváltáskor, ugye amikor állami tulajdonú lakások az önkormányzatokhoz kerültek, itt az a döntés született, hogy lehetőség szerint, ami lakások vannak és igény van rá, azokat eladják. Tehát egy viszonylag szűk mesdjén tudunk ez ügyben haladni. Ezért is találtak ki azt a képviselőtestület, hogy pályázati rendszert vezet be lakáshoz jutás vonatkozásában, mert gyakorlatilag minden hónapban ült az aktuális bizottság, aki ezzel foglalkozik, és szinte ilyen 50-es nagyságrendű igény érkezett be arra, hogy akkor valakinek a lakhatását oldjuk meg, sajnos ezt nem tudjuk kezelni. Se anyagilag, se a lakások vonatkozásában, de azt a lehetőséget, hogy ki mindenkinek nyitott legyen a dolog, azt meg muszáj volt megadni. Abban mindenféleképpen tudunk segíteni, hogy emberségesen állunk azokhoz, akik segítséget próbálnak nyújtani, és őszintén megpróbáljuk velük megbeszélni, átbeszélgetni azokat a lehetőségeket, amik vannak. Természetesen a
Az intézményeinkben folyó szociális munka is nagyon fontos, mert az idősellátásban, a gyerekek vonatkozásában is komoly munkát folytatnak a kollégáim, tehát ez egy Isten igazából nagy csapatnak a munkája. Itt az idős ellátás az mennyire emelkedik ki a többi közül, egyszerűen csak számarányat tekintve, ugyanis ha jól sejtem, akkor elég sok az idős ember Pesterzsébeten is. Igen, és folyamatosan növekszik egyébként az átlag életkorunk nekünk is. Egy apró kitérőt tehetek, ugye 90, 95 és a 100 esztendősöket is van módunk a kerületbe köszönteni, hát szinte nem telik el úgy hét, hogy nem kerül ilyen köszöntése sor van, úgyhogy többre is, tehát ez is azt tükrözi, hogy igen, ez egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell. Nappali ellátást biztosítunk 4 házban, a kerület 4 különböző pontján. Házi segítségnyújtást tudunk adni azoknak, akik még a saját otthonukba próbálnak valamilyen módon önállóan feladatokat megoldani. Étkeztetést, szociális étkeztetést biztosítunk a rászorultaknak, ebbe idősek és egyéb módon rászorultak is vannak, illetve van egy átmeneti gondozóházunk, ahol szinte folyamatosan telt ház van. Tehát van igény rá. A törvény, a szociális törvény folyamatos változása azért ad a kollégáknak egy folyamatos készenlétet, stressz helyzetet és fejtörést, mert én azt gondolom, hogy néha a valóság és az elgondolás távol áll egymástól. Tehát van, amikor olyan helyzetbe kerülő embereknek, akiknek igen szüksége lenne rá, nem feltétlenül ad a törvény lehetőséget arra, hogy segítsünk. Hát ezekre kell mindig kreatívan valami fajta plusz lehetőséget kifundálni. És műsor a Korfa másik végén, a kicsik házatáján. Hát szerencsére bölcsődei óvodai ellátás az rendben működik. A bölcsődei ellátás az ehhez a területhez tartozik, az óvodai az ugye már az oktatási területhez, úgyhogy a bölcsődei részen folyamatos fejlesztések vagyunk, a pályázatokat folyamatosan figyeljük az intézmények felújítására. Komoly erőfeszítést szoktunk tenni, most is vannak bent pályázataink, és hát azt gondolom, hogy amit lehet, azt mindent elkövetünk a cél érdekében. És hogy egyébként mi újság van Pesterzsébeten, hogyha csak úgy jár kell, mint tőzsgyökeres pesterzsébeti, akkor végül is van-e valami, ami megragadja a figyelmét, nézi, szereti újra meg újra megszemlélni, hogy mondjuk fejlődik-e, vagy megoldódik-e, szóval csak ugye jártában keltében mit lát? Hát én nagyon elfogult vagyok Erzsébettel, gyakorlatilag a főiskolai tanulmányaim kivételével én szinte mindent Erzsébeten követtem el az elmúlt néhány évben, évtizedben. Nekem az nagyon fontos, hogy tényleg látható fejlődéseket tudjunk produkálni, és ilyenek azok, amik az emberek közérzetét javítja. Most komoly erőfeszítést teszünk azért, hogy a parkokat rendbe tegyük. Ez hihetetlen ellenkezést szokott kiváltani, mert hogy mindenki ért például ehhez a témához is, és mindenki tudja otthonról az ablak mögül, hogy hogyan kellene ezt megoldani. De a visszacsatolás az, hogy amikor egy-egy területtel végzünk, és láthatóan elkezdenek a bokrok, fák és a virágok nyílni, akkor ez mindenkinek tetszik. Tehát ez egy nagyon nagy előrelépés, és az egyéni körzetem vonatkozásában érintett is vagyok ebben a dologban, mert hogy a határút, Törökfloris utca sarka az a rész most a lakótelepen, ami továbbfejlesztésre kerül. Szerintem nagyon fontos, hogy a sportra komoly odafigyeléssel és fejlesztések idevonzásával próbálunk erőfeszítéseket tenni, hogy ki mindenki számára, aki egyébként itt él, mert hogy gyakorlatilag Erzsébet inkább ilyen alvó város része a fővárosnak, tehát aki itt él, azért találjon megnyugtató, kellemes környezetet a maga számára, sportolhasson, sétálhasson, jól érezhesse magát. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra.
Kossuth Társaság és a Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc örmény hőseire. Az eseményre a Csiliben került sor, ahol a Lázár Vilmos általános iskola tanulói adtak ünnepi műsort, Komoróczi László pesterzsébeti képviselő előadásában pedig az örmény szabadságharcosokról mesélt. A megjelenteket Juhász Lajosné alpolgármester köszöntötte. Kevéssé ismert, hogy Magyarország örmény, illetve örmény eredet tudatát őrző polgárai lélekszámukat és erejüket meghaladó mértékben támogatták az 1848-49-es szabadságharcot. 1849. október 6-án mártír halált halt 13 katonai vezető közül 2, Kis Ernő és Lázár Vilmos örmény eredetű családból származott, katonai helytállásukkal érdemelték ki, hogy ma is hősként tiszteljük őket. Előre bocsátom, nem akarom Komoróczi képviselő úr kenyerét elvenni, de muszáj vagyok egy pár szót szólni erről is. És engedjék meg, hogy még említést tegyek néhány örmény származású szeméről, akik részt vettek a 48-as forradalomban. Benő István és Bogdánfi Antal arezredesek, Bogdánovics Hubert, Deák György, Hankovics György és Kis Antal őrnagyok, Bocsánci Altól Adolf, Bogdánkifi Ferenc, Bogdánovics Virgil, Dániel Béla, Dániel László Artúr, Gyertyánfi Ferenc, Hollósi József, Kozák János, Novák Nándor és Ódon századosok, és akkor még nem beszéltünk a sok-sok közkatonáról, akik szintén örmény eredetűek voltak. 1848-ban forradalmi hullám söpört végig Európán. Januárban fegyveres felkelések voltak Itália több nagyvárosában, februárban pedig Franciaországban kitört a forradalom. A láng, amely Párizsban fellobbant, megállíthatatlanul terjedt tovább, míg Rómán, Velencén, Prágán, Frankfurton keresztül március 13-án Bécsbe is eljutott. A bécsi forradalom híre március 14-én este érte Pest-Budára, ahol a márciusi ifjak a Pilvax kávéházban eldöntötték, hogy másnap utcai tüntetést indítanak. Így csatlakozott hazánk a népek tavaszához. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget, földet, szilárhullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Március 15-én reggel 8:30 tájban néhány lelkes fiatal lépett ki a Pilvax kávéházból, és a szemelkélő esőben az egyetem felé indultak, hogy maguk mellé gyűjtsék az ügyüket támogató hallgatókat. A kis csapat, melyek márciusi ifjaknak nevez az utókor, Petőfi, Jókai és Vasvári Pál vezetésével kezdte meg útját, s hamarosan 1000 fős tömeggé duzzadt. Az ellenségé még a hatalom, kicsin még a mi seregünk, de akik vagyunk, minden szánt férfiak, s ha ott a többség, itten az erő, mert a mi fegyverünk az élesebb, mert az igazság a mi fegyverünk. Szolgaságunk idejében minden ember csak beszélt. Mi valánk a legelsők, kik tenni mertünk onért. Mi emeltük fel először a cselekvés zászlaját, mi riasztók fölzajunkkal, nagy álmából a hazát. Egy szóval, s egy érzelem mi olvadt össze a haza. Az érzelem lelkesülés, a szó szabadság vala. Az egyetemisták csatlakozása után a tüntetők a Landerer nyomda felé vették az irányt, ahol hamarosan kinyomtatták a szabad sajtó első termékeit. A 12 pontot és a nemzeti dalt. Testvéreim, a pillanat, melyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul. Haladnunk, boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Követeljük jogainkat, melyet eddig tőlünk elvontak. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten, évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Kívánjuk a nemzeti ország rögtön felállítassék. Védje az át minden férfi, egyenlő ne legyen. Közös teherviselést, az urbéli bisznyök megszüntetését. Esküccéket képviselet alapján. Magunk választjuk meg bíráinkat.
Magunk közül. Nemzeti bankot, idegen bankjegyet nem akarunk elfogadni. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státusz foglyok bocsátassanak szabadon. Unió Erdély és Magyarország között. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Egyenlőség, szabadság, testvériség. A szabadságharc tábornokai nagyrészt aktív vagy kilépett császári királyi tisztek közül kerültek ki. Közülük többen is örmény származásúak voltak. Iskoláink névadója Lázár Vilmos 1844-ben elhagyta a katonai pályát, majd a 48-as események hatására tért vissza a honvédségbe. Kis Ernő aktív császári királyi tiszt volt. 1848 tavaszán ezredével Nagykikinden állomásozott, így kezdetektől részt vett a harcokban. A 48-49-es események örmény származású hősei közül kevésbé ismert Cecz János neve, aki Kis Ernőhöz hasonlóan ígéretesen induló karrierjét feladva csatlakozott a szabadságharchoz, amelyben Bem József csapatának vezérkari főnöke, hadműveleti termeinek kidolgozója volt. Én azt gondolom, hogy meg hát ugye főleg a 48-as szabadságharcban részvevőkre tekintette, de igazából ez egy folyamat, és csak úgy lehet megérteni, hogy hogy kerültek ide ezek az emberek a szabadságharc sűrűjébe, szó szerint ugye ezt lehet látni az eredményeket, egy kicsit az előzményeket is figyelembe veszük. Ráadásul érdemes azon is elgondolkodni, hogy igazából tehát egy csomó olyan örmény származású ember van, itt lehet látni már a szabadságharcban is, akinek pusztán a neve alapján eszünkbe se jutna, hogy gyanakodjunk arra, hogy ő örmény származású. Kifejezetten csak akkor lehet ezt tudni, ha valaki konkrétan tudja, hogy ő onnan való, vagy saját magáról ezt mondja. Én hagyd mondjak erre egy konkrét példát, hiszen később szóba sem fog kerülni. Novák Tivadar nyugalmazott hadnagy, akit 1949 tavaszán Pesten végeznek ki, és akinek az a bűne, hogy az akkor Pestet elfoglaló jellasi cség katonáit a kocsmában arra próbálja biztatni, mint nemzetiségieket, ugye, tehát nem osztrákokat vagy németeket, hogy forduljanak szembe a Habsburgokkal, és csatlakozzanak a honvéd sereghez. A katonák azonban úgymond feladják őt, és rövid úton, két nap alatt kivégzik. Nos, ez a Novák Tivadar, ez például örmény származású ember volt, de a neve alapján nem gondolnánk rá, tehát nem is gyanakodnánk, nem keresnénk. Emeld föl fejedet, büszke nép, viseld el a világ szégyenét. Emelkedj magasba, kis haza, te az elnyomatás iszonya. Vas Albert, a bujdosó imája. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyújts föl szent tüzedet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed. Értsék meg valahára, mi végből van az élet. Vizsoly János Memento Vivere című szobrát leplezték le a Jutadombnál a márciusban újrakezdjük mozgalom 60. évfordulóján. A jutadombi csatának emléket állító alkotás leleplezésekor Szabados Ákos polgármester a pesterzsébetiek és soroksáriak közös emlékműveként említette a szobrot. Nagyszerű alkalom ez a mai, mondhatnánk azt is, hogy családi összejövetel, hiszen pesterzsébetiek és soroksáriak vagyunk itt együtt,
és néhányan még olyanok is, akik ezeknek az időknek megélői, sőt szemtanúi is voltak, és ugyan az akkori forradalmi napok eseményeit magunkénak érezve úgy gondoljuk, hogy ez a mi emlékművünk, a mi tisztelgésünk azok előtt, a hősök előtt, akik itt megállították a ötös úton a város szívébe hatolókat, de tudjuk, hogy ez a családi ünnep, ez egyúttal nemzeti ünnep is, a fővárosnak és az országnak is ünnepe, hiszen a 60. évforduló emlékévének egyik jelentős pillanata, hiszen az évfordulós pályázatból sikeredett ezt az alkotást többek között létrehozni. Egy jelentős pillanata ez, hiszen egy olyan emlékhelyet, egy olyan szobrot fogunk ma alkotni, amely felhívja a figyelmet azokra az eseményekre, amik itt zajlottak, és emléket állít nem csak a résztvevőknek, hanem a szabadság gondolatának is. Sokan, akik majd itt elmennek az úton, mint ahogy most is haladnak itt a főútvonalon a gépjárművek ünnepségünk közben, lehet, hogy történelmi tudásuk hiány nem lesznek tisztában azzal, hogy mi volt az a konkrét esemény, amely miatt ez az alkotás ide került, de hogy megérzik a szellemét, a szabadság szellemét, azt a vágyat, ami hajtotta és űzte az itt harcolókat, azt legalábbis hiszem, és mindenféleképpen remélem. Vizsói János szobrát, miközben Geiger György trombita művész játszott, Pest Erzsébet polgármestere és maga a művész leplezte le az ünneplők előtt. A szoboravatás alkalmával P. Szabó Ernő művészettörténész nem kis dolognak és kiváló köztéri alkotásnak titulálta a Helsinki út és a Lenke utca kereszteződésénél felállított művet, amivel nem csak a kerület, de Budapest és Magyarország is gazdagodott. Nem kis dolog ez ebben az időszakban, amikor annyi negatív példát látunk a köztereken. Vannak területek, amelyeken az utóbbi években ugrásszerűen megszaporodtak a gicses életkép plasztikák, amelyekkel persze a turisták szívesen fényképezik magukat, és vannak más helyek, amelyekről a múlt restaurálására hivatkozva eltüntetik a már ott korábban fölállított kiváló alkotásokat. És ami egészen konkrétan az egész 1956-hoz kötődő, arra emlékező műveket illeti, gyakran ott sem szerencsésebb, ott sem jobb a helyzet. A szoborállítók saját ízlésüket, elképzeléseket követve vizuális közhelyekben, sémákban gondolkodnak, a közmegegyezés szakmai kontroll helyett az egyéni elképzelések dominálnak. Így történhet meg még az is, hogy különböző csoportok néhány négyzetméteren belül két különböző egymás hatását kioltó alkotást állítanak fel, természetesen a legnagyobb jó szándékkal. Így lehetséges, hogy a 20. és egyáltalán a magyar történelem egyik legfontosabb eseménye, az 1956-os forradalom, igen gyakran nem a magyarságot egységre, összefogásra buzdító művekben jelenik meg a köztereken, hanem a közösség számára jó szerint idegen, érdektelen emlékjelekben. De ne a negatívumok felől közelítve méltassuk az új alkotást, ahogyan a köztéri szobrászat egészét sem az elhibázott, hanem a kiváló munkák felől szeretjük megközelíteni. Mert azért bőven vannak ilyenek is. Éppen a napokban jelent meg egy könyv, Kertész László kötete, amelynek a címe Köztéri szobrok kincses tára, és amely a magyar plasztika 1945 utáni remekei között válogat. A szerző a korszakban született 12-13 ezer, irtózatos szám, köztéri plasztikából mintegy ezret nézett meg alaposabban a válogatás során, és néhány tucatnyiról ír a könyvben, közöttük több, 1956-nak a forradalmároknak emléket állító kiváló alkotásról. Úgy tűnik,
hogy ezeknél a szobroknál is, mint más emlékműveknél egyébként, többnyire ott sikerült maradandó művet létrehozni, ahol a megrendelés, a szoborállítás egy-egy kisebb, egymás tagjait jól ismerő, elfogadó emberek közösség ügyévé vált. Olyan közösségé, amelyet nem osztanak meg napi politikai szempontok, érdekek, amely így képes a minőségre figyelni. És amely közösség számára megadatott, hogy olyan alkotókba gondolkodhasson, akiket jól ismer, akik rendszeresen jelen vannak műveikkel a közösség életében, és akik maguk is ennek a bizonyos közösségnek a tagjának érzik magukat. Nos, Vizsói János szobrászművész az ilyen alkotók közé tartozik. Nincs talán szebb és jobb példa eddigi művészetében a drámaiság és a monumentalitás találkozására, mint éppen az előttünk álló szobor, amely az 1956-os forradalom annak résztvevői előtt tisztelek, egyben azonban a formákban, anyagokban lejátszódó történéssel egy olyan modellt hoz létre, rajzol meg a késői utódok, a forradalma emlékezők számára is kínálja a lét megélésének pozitív lehetőségét, a dinamikus, teremtő, az ellentmondásokat egy magasabb szint felé törekvés jegyében föloldó, kibékítő életre való példáját. És mindezt mindenféle epikus, irodalmi tartalom, az etikai igazságok szájbarágos felsorolása nélkül, kizárólag az anyag és a formák közti párbeszéd révén. Az avató ünnepségen jelen volt dr. Marosi Endre hadtörténész is, aki az 1956-os események pesterzsébeti és soroksári vonatkozásairól beszélt. Pesterzsébet és a jutadom nélkül nem lehet leírni az 1956-os forradalom és szabadságharc hadtörténetét. Itt a papírgyár túloldalán hozták létre azt a páncélelhárító védelmi körletet, amellyel lassítani vagy megakadályozni kívánták a szovjet csapatokat, amennyiben a fegyverszünet ellenére vissza akarnának térni Budapest területére. Ezt a parancsot Maléter Pál, még mint ezredes és a honvédelmi miniszter helyettese adta Mecséri János ezredesnek, a 7. esztergomi gépesített hadosztály parancsnokának. Így került Esztergomból az 51. légvédelmi tüzérosztály, 50%-a két közepes és 4 könnyű légvédelmi löveg ide a papírgyár túloldalára. Ezeket a lövegeket arccal Soroksár felé ásták be, és azt a parancsot adták a katonáknak, hogy amennyiben szovjet csapatok jönnének, állítsák meg őket békével, szólítsák fel, hogy forduljanak vissza, de ha ezt nem teszik, fegyverrel állják útjukat. November 2-án, amikor ezt a körletet elfoglalták, ez még csak egy nagyon halvány lehetőség volt, hiszen másnap folytak a tárgyalások, mindenki abban bízott, hogy Tökölön, délután a parlamentben, este Tökölön megszületik a végleges egyesség. A katonák úgy tértek Nyugovóra, hogy ezek a tárgyalások folynak. Hajnal felé hallották, hogy egyre nagyobb számban szovjet páncélosok dübörögnek Soroksár felől Pest felé, de az éjszaka folyamán semmit nem tehettek. Amikor hajnalban a rádióból hallották Nagy Imre szózatát, világossá vált, hogy mi történt. Akkor, aki tudott, mindenki a lövegeihez ment, a soroksári és pesterzsébeti nemzetőrök kivonultak a jutadomra, illetve a Krassalkovics útra, és megállapodtak abban, hogy a légvédelmi tüzérek dolga a szovjet nehéz harci technika szétlövése, a nemzetőröké pedig a menekülő szovjet katonák üldözése, megsemmisítése, foggyulejtése. Ez az együttműködés adta az egyetlen olyan győzelmet november 4-én, amit a magyar néphadsereg zárt alakulata szovjet csapatok fölött aratott, együtt harcolva a pesterzsébeti és soroksári nemzetőrökkel. A mementó vívere az összefogás és a közös célok szimbólumaként állít emléket a jutadomnál zajló 1956-os történéseknek. Átadták a 20. kerületi tűzoltóparancsnokság új híradós helyiségét, amit Pesterzsébet és Soroksár önkormányzatainak támogatásából korszerűsítettek.
Mi is megnéztük ezt a helyiséget, és Szabó Gyulával, a tűzoltó parancsnokság parancsnokával beszélgettünk. Ez a híradós helység, amit mögöttem látható, ezt nagy részét önkormányzati támogatásból tudtuk felújítani. Tavalyi évben kezdtük el a támogatásnak a felhasználását, és folyamatosan került kialakításra. Ez a pult a mai kornak megfelelően került kialakításra, érintőképernyős panellal lehet vezérelni a kapukat, a riasztás az számítógépen keresztül érkezik, bár ezt az előző híradós pult is tudta, de egy újabb, frissebb számítógépet kaptunk. 2012 óta egy új országosan pajzs nevezetű riasztási rendszerrel dolgozik a főváros is, és ezen keresztül kapják a tűzoltók a riasztást egy központból. Tehát a híradós helységet teljes mértékben felújítottuk, a kövezéstől a fa burkolásig, a új híradós pultot kaptunk a régi helyet, illetve a benne lévő elektronikai egységek lettek a mai kornak megfelelően elkészítve. Érintőképernyős panel, ami mozgatja a szertárkapukat, illetve a pincénben lévő áramfejlesztő, szünetmentes áramfejlesztő biztosítja áramszünet esetén a tűzoltóság további működését, tehát a híradós helység, illetve még néhány helység van rákapcsolva. Önkormányzati támogatásból tudtunk még a meglévő ágyakat felújítani, 15 darab ágyat újítottunk föl, illetve még a tavalyi támogatásból a konyhát újítottuk föl, abból maradt még egy kis elmaradt dolog, annak a végét fejeztük be. A 20. kerületi tűzoltó parancsnokság milyen területi illetékességű és hány fő dolgozik itt jelenleg? Jelenleg 67 fő dolgozik itt, ebből a 67 főből 5 fő irodai munkám van, a többiek vonulós tűzoltók, tehát készenléti jellegű szolgálatot látnak el. Területileg illetékes, úgymond egész fővárosba vonulnak a tűzoltóink, de ha le akarnám szűkíteni, akkor a működési területünk 20. kerület, 23. kerület, illetve Gyál, ami még hozzánk tartozik, de amint mondtam, a főváros egész területére, illetve a főváros agglomerációjába is szoktak a kollégák vonulni. A 20. kerület működési területére, mint mondtam, a főváros egész területére és a fővároshoz tartozó agglomerációkba vonulnak, de a műveletirányítási tervbe meg van határozva, hogy hova vonulnak. Még ahol szükség van, és a területileg legközelebb lévő tűzoltóságnak kellene vonulnia, de éppen ők káresetnél vannak, akkor a legközelebb lévő rajt fogják riasztani, hogyha szükség van. Önkéntes tűzoltók is segítik a munkájukat, és hogyha igen, akkor ez körülbelül hány embert jelent? Igen, természetesen segítik a munkánkat az önkéntes tűzoltók. A fővárosnak Gyál önkéntes tűzoltó egyesülettel is van megállapodási szerződése, ez úgy szokott működni, hogy akik csinálnak egy önkéntes tűzoltó egyesületet, a fővárossal köt egy együttműködési megállapodást, és akkor segítik a munkánkat, amikor riasztás kap a hivatásos egység, akkor ők is egy SMS riasztást kapnak, tehát a önkénteseknél is van szolgálati telefon, és akkor kapnak rá egy SMS-t, és akkor tudják, hogy hova kell menni, ők mennek a saját laktanyájukba, fölveszik az autójukat, beöltöznek, és akkor mennek ki a helyszínre. Általában az önkéntes tűzoltók 4-5 fővel szokták segíteni a munkánkat, de ez egyesülettől függő, hogy mennyien tudnak éppen arra a káresetre vonulni, hány ember ér rá, és mennyien tudnak összejönni arra egy káresetre. Szabó Gyula a többi közt a tűzoltók tavaszi teendőiről és diákoknak szóló versenyről is beszélt. A katasztrófavédelemnek is vannak prevenciós tervei, prevenciós programjai. Ez azt jelenti, hogy tavaszi idényben a szabadtéri tüzekre figyelünk jobban oda, és ez azt jelenti, hogy felhívjuk az állampolgárok figyelmét, illetve azoknak a tulajdonosoknak a figyelmét, akiknek nagyobb területei vannak, hogy figyeljen oda a
a területére, hogyha gazos a területe, akkor esetleg levélben felszólítjuk őket, hogy rendezze a gazos területét. Ha éves összesítést nézünk, akkor a 20. kerületben mi az, ami leginkább tüzet okoz, mi az, ami a legtöbb fejtörést okozza önöknek? Ez is ilyen idényi jellegű lehet, tehát a fűtési idényben általában a családi házak, illetve a tüzelőfűtőberendezések okoznak problémát. Tavaszi időszakban a kerti munkálatok, az égetés, illetve a szabadtéri tüzek. Budapest közigazgatási határán belül még gazt és szemetet, avart sem lehet elégetni, ezt egy önkormányzati rendelet tiltja, és ezáltal az állampolgároknak azokat a hulladékokat, avart, gazt, az egy szemetes zsákba kell összegyűjtenék, és a szemétszállító cég a megfelelő zsákban elszállítja, és akkor így kell eltakarítani a területükön lévő hulladékot. Most, hogy kialakították a híradós helyiséget, mi a következő céljuk? Elsősorban önkormányzati támogatásból szeretném felújítani a laktanya legénységi részének a fürdőhelyiségét. Ez két fürdőhelyiségből áll. Attól függ, hogy mennyi támogatást kapunk, olyan mértékig fogjuk felújítani a fürdőhelyiséget. A polgárvédelmi szakterület minden évben megrendezi az ifjúsági versenyét, amely arról szól, hogy a kerületben lévő általános, illetve középiskolásoknak egy ilyen katasztrófavédelemmel kapcsolatos felkészítést ad. Katasztrófavédelemmel való kapcsolatos feladatok, például árvíz elleni védekezés, hogy hogyan kell árvíz esetén homokzsákokat hajtogatni, illetve elsősegélynyújtásból hogyan kell újraéleszteni, vagy egy sebet bekötözni, illetve a társszervek is közreműködnek egy ilyen versenyen, például a rendőrségnek is van egy ilyen akadálypályája, kitesznek ilyen jelzőlámpákat, táblákat, és akkor biciklivel végig kell menni a iskolások, vagyis a tanulóknak, és akkor ezt pontozzák, hogy felismerik a táblákat, vagy a megfelelő jelzésnek megfelelően tevékenykedik a tanuló. Megéri a kerületi versenyen részt venni, mert tavalyi évben is, aki megnyerte a kerületi versenyt, az a főnyereménye egy sétarepülés volt, illetve tovább juthat a fővárosi versenyre, ahol további nyeremények várhatóak.